Áldás békesség, szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet. Énekeljük gyülekező énekként a 266. ének első négy versét. A 266. ének első négy versét énekeljük, így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Mulandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj segíts, jóra incs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed világom alkotót hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy ég volt, nap és hold, kék ott fennen jártok, ti és őt áldjátok. Zengjen minden szívben boldog hála ének, a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk, égben fenn, földön len, áldassék jósága, nagy irgalmassága. Halleluját zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat. Ha az Istent élő, igaz hittel féled, és a szíved Jézus élet, boldogság, üdv vár rád, fenn az éghonában, hófehér ruhában. Énekeljük fennálló énekként a 331. ének első versét. A 331. ének így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng e kiáltás előtte, utána. Békességet hoz népe javára, áldott, aki jött az Úr javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban. Kérem, foglalja helyét a gyülekezet, és énekeljük tovább a megkezdett 331. ének második, harmadik, negyedik és ötödik verseit. A második vers így kezdődik: Ó Szentegyház, hívek boldog országa! Ó Szentegyház, hívek boldog országa! Mi édes ez a Jézus!
csodálatos, de nagy hatalmú és csodálatos. Ég az ez és a bűnből szabadító, a bűnt halált és népeket hódító, vas vesszővel bírja ellenségét, de szeléden őrzi örökségét. Jézus király és magát annak vallja, de hogy királlyá tegyék, nem javallja. Sőt, noha Isten Sion királya lett az időben szolgák szolgálja. Jön szamár háton alázatossággal, aki pedig bír az egész világgal. Nem jön király fényes bíborban, nem fegyverekkel zörgő táborban. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia, ó, Isten népet kegyelmes királya, vezéred jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. Légy segítségül ki a magasságban, ül drága véreden szerzett országban. Tégy engedelmes hőpolgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká. Hogy csak a Jézus és az ő szent atya törvénye légyen és szent akaratja. Cselekedetünk zsinór mértéke, áldott királyunk királyi széke. Hű szíveinkben légyen felemelve, és hűségére életünk szentelve. Tégyen méltóvá a Jézus vére, a boldog lelkek lakóhelyére. Kérem, álljunk fel! Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Imádkozunk. Élő Istenünk, hálaadással megköszönjük neked, hogy életünk középpontjában te vagy. Köszönjük neked, hogy naponként gondoskodol rólunk.
Áldunk, Szent Háromság, Istenünk, hogy számíthatunk rád. Magasztalunk azért, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. Megvalljuk neked bűneinket, nem érdemeljük meg jó voltodat. Sokféle módon bűnt követünk el. Hálátlanuk vagyunk, mulasztásaink vannak, sokféle elégtelenség jellemez bennünket. Könyörgünk, mindenható Istenünk, hadd tárjuk ki előtted úgy a szívünket, hogy megtöltsd a mi lelkünket, szívünket önmagaddal. Kérünk, hogy élő igéddel szólíts meg bennünket. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts meg engedelmes, hitvalló életfolytatása, hogy nagy neved magasztalására legyünk, és fele barátaink javára. Áld meg, kérünk, ünneplésünket, Király, Úr Jézus Krisztus, töltsd be az életünket. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten szent igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. részéből, a 21. rész első 11 versét. Míg ezt olvasom, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. A Máté írása szerinti evangélium 21. rész első és következő verseit így olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez érkeztek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szólták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Kedves testvéreim, énekeljük a 24. Zsoltár első versét. A 24. Zsoltár így kezdődik, az Úr bír az egész földdel. 24. első vers. Az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel, Ővé a földnek kereksége, mit a tengeren épített, folyóvizekkel körülvet, melyben meglátszik bölcsessége. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni a gyülekezet előtt, írva található Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetében, az 5. versben eképpen. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Kedves testvéreim, kedves vásárosnaményi gyülekezet, és kedves testvéreink, akik majd bizonyságtételemet hallgatni fogjátok. Prédikációmnak a címe ez, íme jönnéked
a te királyod. Ezzel a fejezettel kezdődik el az Úr Jézus földi élete utolsó hetének a története. De a királyságról van szó, vissza kell mennünk az Ószövetséghez. Hiszen Sámuel prófétához mentek oda az emberek, Izrael fiai, és azt mondták, adj nekünk királyt. Ezt a kérést Isten elé vitte Sámuel próféta, és akkor azt mondta Isten Sámuel prófétának, nem téged vetett meg ez a nép, hanem engemet, az élő Istent. Adj neki királyt. Így adta az első királyt Izrael népének Saul személyében. A második király Dávid volt. Ő már szíve szerint való király volt, Júda törzséből való. És akkor Dávid király egy nagy dolgot szeretett volna véghez vinni az ő életében, templomot akart építeni az Úrnak, Isten házát. Ekkor a próféta azt üzente neki az Úr által, nem te építesz nekem házat, hanem én építem meg a te házadat. A te királyságod örökkévaló királyság lesz. És ezt imában megköszönte Dávid az Úrnak, hogy így gondoskodott róla. Áld meg azért kegyelmesen szolgált házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. És Dávid királynak az utóda, az örökké való király, az Úr Jézus Krisztus lett. Jézus nem először vonult be Jeruzsálembe. 12 évesen megy fel először földi szüleivel a jeruzsálemi templomba, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megünnepeljék. Ez körülbelül 8 napig tartott, de Jézust ott hagyták a templomban. És mikor 3 nap múlva megtalálták, az Úr Jézust ott ült a bölcsek, a papok, írástudók között, kérdezte őket, ők viszont kérdeztek, és elcsodálkoztak bölcsességén. Földi szülei megbotránkozva azt kérdezték, fiam, miért tetted ezt velünk? Erre Jézus így válaszolt, nem tudjátok, hogy nekem az én mennyei atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. És ettől kezdve Jézus, amikor tehette, fölment Jeruzsálembe az ünnepre, hiszen egy templom volt az egész országban, és itt mutathatták be az áldozataikat az élő Istennek az emberek. Most azonban utoljára vonul be, hogy elvégezze és befejezze messiási küldetését. Zakariás próféta jövendőlése teljesedik be. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Isten mindent kijelentett évszázadokkal előre, a mi megváltunkról, és valóban az Úr Jézus Krisztus idejében ez mind be is teljesedett. Imhol jő a te királyod, igaz és szabadító, alázatos és szelíd. Ilyen királyra van szüksége minden embernek, a bűnösnek. Ő igaz, igazságot szerzett nekünk bűnösöknek. A kereszten kihullott vére árán, ő szabadító. Ő szabadít meg minket a legszörnyűbb rabságból, vagyis a bűneinkből, az ördög hatalmából. Megszabadít ma is minden ellenségünktől, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt. Ő hozzá mindenki jövet. Sőt, magához hív bennünket. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelkeiteknek. Kedves testvéreim, az Úr Jézus, amikor elküldi két tanítványát egy faluba,
hogy hozzák el a szamara csikójával együtt, akkor tudja, hogy a szamár gazdái felteszik nekik a kérdést, miért oldozzátok el azt a szamarat csikójával együtt. És Jézusnak megvan a válasza, amit a tanítványoknak el kell mondaniuk, mert az Úrnak van szüksége rá. És minden úgy történt, ahogyan azt Jézus előre megmondta nekik. És akkor a szamár gazdái elbocsátották a szamarat csikójával együtt. Az Úrnak szüksége volt a szamára, hogy azon bevonulva felismerhessék, hogy ő a Messiás. Ma is szüksége van az Úrnak a benne hívőkre, az övéire. Ma is hívja az Úr az embereket, hogy megismerjék őt. Az igeolvasás, igehirdetés, bizonyságtétel, imádság és próbatételek által. Ma egészen másképp éljük meg a virágvasárnap megünneplését. Nem gyülekezeti közösségben, hanem otthonainkban. Ennek van egy különös varázsa, hiszen azt élem át, nem a pattársamnak szól Isten igéje, hanem nekem. Jézus az én királyom, az én megváltóm, az én bűneimet vette magára, az én bűneimért halt meg a kereszten. Jézus Krisztus az én királyom, és azt a hódolatot, amit megtettek akkor ott Jeruzsálemben az emberek, akik azt kiáltották, Hozsánna, a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És ruháikat leterítették, hogy azon vonuljon be a király Jeruzsálembe, a Szentvárosba. Azt én is megtehetem, hiszen a Filippi beliekhez írott levél második fejezetében megvan írva a Krisztus himnuszban. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Vajon ezen a virágvasárnapon megszívlelem-e azt, hogy várom-e őt, ismerem-e őt, szeretem-e őt, és szolgálom-e őt, mint királyomat? Várom-e őt? Hiszen Isten fia megígérte, hogy újra eljön, mint dicső király. Bevonulása kicsiben előképe annak a jövendő nagy bevonulásnak, amikor megjelenik az olajfák hegyén. A jelenések könyvében, a 19. fejezetben van erről szó. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Ismerem-e őt? Első bevonulásakor is ezt kérdezték, ki ez? Ő Jézus Krisztus, a csodálatos Isten fia, az én királyom. És akkor is, és akkor ismerem meg őt igazán, ha befogadom a szívembe, hogy átformáljon hálából egész életemet, neki adjam, aki megnyitotta számomra is az örök életet. Kedves testvéreim, én 14 éves voltam, amikor szívembe fogadtam az Úr Jézust. Nem egy gyülekezetben, nem egy ifjúsági alkalmon, nem egy nagy közösségben, hanem csendben a rádió mellett. A Transworld Radio adását sugározták, negyed óránként igehirdetéseket, többféle nyelven,
és én ott ültem, és felismertem, hogy Jézus az én királyom. Szívembe költözött, elhívott, és szolgája lehetek. Kedves testvéreim, a következő kérdés az, szeretem-e őt? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő előbb szeretett minket, és mi azt, és ő azt kéri tőlünk, hogy szeressük őt. Az egyik tanítványa, akit Péternek neveztek, megtagadta háromszor az Urat nagy csütörtök éjszakáján. És amikor a feltámadott Úrra találkozott a Tibériás tengerpartján, Jézus háromszor tette fel neki ezt a kérdést, szeretsz-e engem? Mire Péter háromszor adott választ, igen, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Kedves testvéreim, nekünk is felteszi ezt az Úr, szeretjük-e? Ha igen, akkor szeretetből szolgáljunk neki. Hiszen ez a következő kérdés, vajon szolgálok-e az Úrnak? Kedves testvéreim, egy történettel szeretném befejezni bizonyságtételemet. Volt egy festő, aki oltárképet festett. Látta ezt egy leány, akiről pedig portrét készített. És megkérdezte, hogy ki ez? És elmondta a festő, hogy ő Jézus Krisztus, az Isten fia, aki meghalt a világ bűneiért. De jó maguknak, hogy magukat így szereti az Isten. Ez a mondat ott maradt a festő szívében, mert igazán még nem ismerte az Urat. Egyszer sétálva ének szót hallott, és bement egy gyülekezetbe. A gyülekezeti éneklés után prédikáció következett, és a prédikátor szavai elérték ennek a festőnek a szívét. Befogadta ő is Jézust a szívébe. De ekkor ott volt a gondolata. Most mit tegyek? Hogyan szolgálhatom én az Úr Jézust? Beszélni nem tudok, de tudok festeni. És arra gondolt, hogy a festményével fogja Jézust szolgálni. Ezért készített egy olyan képet, ami a tövis, koronás királyt ábrázolta, aki szeretettel tekint le, hogy ő ezt az áldozatot önként vállalta fel. Önként ment a keresztre, hogy a világ megváltója legyen. Azért ajándékozta ezt a düsseldorfi képtárnak, hogy aki ezt a képet megnézi, és ami alatta áll, ezt tettem én, te érted. Mit teszel, te én értem. Az találkozzon Jézus Krisztussal. És egyszer Zinzendorf Griff, Miklós gróf ellátogatott ebbe a képtárba. Amikor meglátta ezt a képet, nem tudott tőle szabadulni. Leült, és egész délután ezt az egyetlen egy képet figyelte. Záróra volt, oda mentek, figyelmeztették, fiatalember, most már távozzon, mert a képtárat bezárjuk. De ez a kép megváltoztatta ennek a fiatalembernek az egész életét. Ugyanis ő egy világkörüli utazásra indult el. De amikor ez a kép, és ezen a képen lévő Jézus Krisztus megszólította őt, akkor teológiát tanult, lelkész lett belőle. És az üldözött cseh morva testvéreket a saját birtokán letelepítette, gyülekezetet alapított, és annak a gyülekezetnek ő lett a lelkipásztora. Mindig a zsebei meg voltak telve levelekkel. Azokat mind felolvasta. És azokban a levelekben arról volt szó, az 1700-as években, hogy
hol nincs elég misszionárius. Ezért kihirdette, hogy ki az, aki a gyülekezetéből szeretne misszióba menni. A gyülekezet egy harmada misszióba ment. A második harmada a misszióban született gyermekeket felnevelte, tanítatta. A harmadik harmad imádkozott a misszióban lévőkért, és adományokkal támogatta a misszió életét. Kedves testvéreim, mit tett ez a festő? Festett egy képet. Egy ember elindított a hit útján, és az által, az egy ember által a világ missziót is segítette. Kedves testvérem, lehet, hogy egy kicsi dolog az, amit tehetsz az Úrért, de Isten győzelemre akarja vinni az ő ügyét ebben a világban, és azt akarja, hogy az ő országa mi bennünk valósuljon meg, mielőtt visszajön a mi Urunk értünk. Hiszen azt kérdezi az Úr, hogy vajon, ha visszajön, talál-e hitet, talál-e szolgáló gyülekezeteket, szolgáló embereket itt ezen a földön. Én is választhatok erre, és te is választ adhatsz otthonodban erre a kérdésre, hogyan szolgálod, hogyan szereted, hogyan várod, és hogyan ismered meg őt. Az életünk legyen válasz ezekre a feltett kérdésekre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy ma virágvasárnap van, és hódolhatunk előtted, mint ég és föld örökkévaló királya előtt. Megköszönjük azt, hogy tied minden hatalom menjen és földön, és mi a szeretet hatalma alatt lehetünk. Kérünk, bocsáss meg bűneinket, amit tettünk ellened és fele barátaink ellen. Amint vagyunk, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat kértünk, áldozád magad, fogadj el Jézusunk. Kérünk, ó Uram, segíts most, ó Uram, adj jó előmenetet, nagy bajban vagyunk, gyógyítsd meg betegeinket, tartsd meg életünket, és áldjál meg minket. Amen. Kedves testvéreim, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetem! Holnaptól szombatig 19 órakor megkondul a harangszó. A bűnbánati héten hajlékunkban csendesedjünk el. Olvassuk el a napi igét a kalauz szerint, énekeljünk el egy éneket, és imádkozzunk. Nagypénteken 10 óra 30-kor a helyi tévében nézhetjük meg az istentiszteletet. Húsvétkor is a helyi televízióban látható az istentisztelet. Első nap és második nap is. Első nap az úrvacsorai közösséget úgy éljük meg, hogy istentisztelet előtt egy tálcán annyi falat kenyeret és annyi kis pohárba töltött bort készítsünk el, ahányan úrvacsorával szeretnénk élni. Amikor a lelkész házaspár veszi a kenyeret, ezt tegyük mi is otthonunkban.
amikor vesszük a bort, ezt tegyék kedves testvéreink is otthonban, így közösen úrvacsorázunk. Énekeljük, kedves testvéreim, záró énekként a 464. ének valamennyi versét. A 464. ének is a királyról szól, így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg, meg ne roncson engemet. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg, meg ne roncson engemet. Véreddel, mellyel kifolyt, ne rólam a méfolt, életútját megmutasd, én meg nem találom azt. Gyógyítsd meg sok nyavajám, enyhíts szívem bánatán, kétség gond, ha gyötrenek, biztasd nátszál hitemet. Van hatalmad, jól tudom, mivel édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot, hordjam olyan csendesen, mint egykor te mesterem. Majd, ha véget ér a harc, megpihentetni akarsz, megragadom jó